Gazdag karácsonyi ajándékot kapott a gyermekosztály, a csomagokat az Életünk a Gyermekünk Alapítvány vezetői, kuratóriumi tagjai adták át a szakorvosoknak. Idén is a szakemberek kérésének, igényének megfelelően zajlott a beszerzés. Varga Alajos úgy gondolja, az egykoron dr. Kastyák János által megfogalmazott célok most is örökérvényűek. Az alapítvány Kastyák János, dr. Kastyák János barátunk alapította 1998-ban, 25. éve van. Ennek van egy kuratórium, a tagsága, akik annak idején megalapították. Lényegében ugyanazok a kuratóriumi tagok vannak most is. A Kastyák János halálával sajnos az elnöki pozíció megszűnt, azt én vettem át, és mindent szeretnék és fogok követni azért, hogy hasonló színvonalon, mint ahogy Kastyák János csinálta, több 10 millió forintos adományt adott az alapítvány az elmúlt évtizedekbe, hasonló módon gyűjteni tudjunk, és segíteni tudjunk az igényeknek megfelelően. Az adó 1%-os felajánlásával és a magánadományokból finanszírozott mostani csomagok is műszereket, egészségügyi eszközöket tartalmaztak. Az adományozók egy speciális világjáték tesztkészletet is beszereztek. A világjáték az alapvetően egy diagnosztikai és terápiás eszköz. A gyermekek esetében nagyon fontos a diagnosztikában a játék, mert a gyermekek nagyon nehezen fogalmazzák meg szavakban a problémáikat, és a játékukban nagyon sok mindent megmutatnak abból, amik foglalkoztatják őket a gondjaikból, vágyaikból, és erre alkalmas ez az eszköz. És a diagnózis után, azután a terápiában is alkalmazható ez az eszköz. Dr. Szepesvári Szabolcs kórházigazgató mondott köszönetet a gazdag karácsonyi ajándékért. Az összes ilyen társadalmi összefogásnak nem csak az a jelentősége, hogy mit adnak, hanem maga a gesztus, maga az érzés, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy egy jobb minőségű betegellátást a saját közösségem érdekében próbálok cselekedni. Tehát amit Kastyák János elindított, ugye ez az Életünk a Gyermekünk Alapítvány, most már 25 évvel ezelőtt, az egy gyerekosztálynak, a koraszülött osztályunknak, a gyermekfertőzőnknek nagyon sok olyan játékot, orvosi eszközt, műszert, komfortfokozatot emelő tárgyat adományozott az elmúlt 25 évben, ami nem feltétlenül csak a betegellátást, hanem a beteg elégedettséget, a kollégáinknak a munkahelyi elégedettségét tudja növelni.